A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. Boros Márton, dr. Hacsek Gábor, Tiba Imre, dr. Kovács Attila. De ki lesz a következő? A hazai kvíztörténelem legokosabb játékosainak küzdelme folytatódik. A tét 10 millió forint. Vajon lesz, aki elviszi? Ki lesz a géniusz? Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki velünk tart. Őre itt van a Génius, ismét játszunk, és itt van velem az a két kiváló játékos, akikkel már egy jót játszottunk, de nem tudtuk befejezni az ő párbajukat. Dr. Kovács Attila. Sziasztok kívánok. És Danc András, az ő kihívója. Jó estét kívánok. Ugye bár ott tartunk a játékban, hogy 2-1 arányban vezet Attila, de ennek már voltak előzményei is, hiszen a Konrád Jánossal is megmérkőzött, azzal a Konrád Jánossal, aki korábban például a Legyen Ön is Milliómosban 20 millió forintot nyert, de Attila rutinja és tudása uralkodott, és végül is szoros csatában, de 3-0-ás játszma arányjal sikerült megnyerni az immáró 6. párbajt. És ugyebár ez Kovács Attilának már a 7. párbaja, nem feledjük, akik nézik a Géniuszt, tudják, hogy az első évadban ugye Boros Márton 8 párbajt tudott megnyerni, jelenleg ő a rekorder, ő áll a legközelebb a Géniusz színhez, de most Attila jó úton van ahhoz, hogy legalábbis utolérje Boros Mártont. Ehhez azonban le kell győznie Andrást, aki talán az elején egy picit megilletődött volt, de gondolom most már azért tudja, hogy milyen ez a játék, milyen a stúdió, mi történik, úgyhogy újabb energiákat mozgósítva fog játszani, így van? Így van, domestifikálódtam már. Domestifikálódott, ezt a szót kerestem. Egyébként ugye András sem rutintalan játékos, többek között a Maradj Talpomban is találkoztunk, mint ahogy korábban egyébként Attilával is játszottam, ahol 25 millió forintot nyert. Úgyhogy lehet, hogy csak a domestifikálódáson múlik, és akkor meg lehet szorítani az ellenfelet, így van? Azon leszek mindenképp. Mivel telik egyébként egy ilyen előző esti játék után az este? Érdemes olvasgatni, tanulgatni, átnézni valamit? Vagy most már ilyenkor mindegy? Én pihentem leginkább. Attila? Én is pihentem, úgyhogy ilyenkor már az átnézett jó pár kérdés után inkább az ember kicsit lazítson, koncentráljon a másnapi feladatra. Hiszen ráadásul úgy is tudjuk, hogy a tavalyi utolsó játék óta folyamatosan készült, kvízkönyveket nézett és mindenféle bulvárújságokat olvasott. Igen, csak ugye ennek az a hátránya, hogy amit 9-10 hónappal ezelőtt olvastam, lehet, hogy most újra csecsemőnek vagy új gyermeknek, újszülöttnek számít nálam, és újra kell olvasni, de próbálkoztam. Igen, hát eddig elég jól sikerült ez a próbálkozás, viszont ugye még nincs vége a 7. párbajnak, 2-1-re állunk ugyebár, és a 4. játszmát András fogja majd kezdeni, hiszen ő van hátrányban, de mielőtt nekiveselkedünk, ugye témakört kell választanunk, a 10 állandó témakörünkből a most következő játszmában az alábbi 3-at fogjuk használni: nyelv és irodalom, film és tévé, illetőleg élővilág. Mi választjuk az első témakört, ez film és tévé lesz, és utána majd a két játékos egymásnak választ a témakört. Ugye csak emlékeztetőképpen ez az a játék vagy játszma, amiben 10 pontig játszunk, 1 ponttal is lehet nyerni és lehet rabolni. Minden világos? Akkor következik a 4. játszma. András, Keanu Reeves melyik filmjének folytatásai kapták az Újra töltve és a Forradalmak alcímet? A Matrix. Nagyszerű a válasz, így van, a Matrix folytatásai. Kiváló, 1-0. Nézzük a második kérdést. Mi volt a neve a klasszikus filmsorozatban Tarzan csimpánz barátjának? Csita. Erre mindenki emlékszik, nem? Mert ez egy gyerekkori élmény. A csita volt a csimpánz, a jó fej volt, persze. Látom, Andrásból is ilyen kellemes emlékeket szabadít fel. Igen, az első foci csapatomnál ilyen mindenes srácnak volt a beceneve Csita. Szegény mindenes srác. 2-0. Következő kérdés. Hogy hívják Apraja falva önimádó, kezében folyton tükörrel mászkáló lakóját? Törpojáca? Igen,
Igen, vannak ezek a kis kételyt magukban rejtő válaszok, kicsit ilyen kérdő hangsúlyal, de a válasz helyes, így van, törp a játszás. Balázs Péter volt a magyar hangja, az is nagyon fontos, hogy jó magyar hangja legyen. 3-0, újabb kérdés. Ki játszotta a Fekete Hattyú című 2010-es amerikai filmben a főszereplő balerinát, Ninát? Attila? Natalie Portman játszotta. Natalie Portman játszotta, valóban. Ezt most a felkészülés alatt látta, vagy? Nem, ezt régebben láttam még a filmet. És nem múlt el úgy, ahogy azt előrevetítette, hogy bizonyos dolgokra nem emlékszik. Nem, hogy Darren Aronofsky rendezte volna, az most nem került még szóba, de... Mindig ezzel sokkal bennünket, egyáltalán nem érdekel minket, hogy ki rendezte a filmet, de mindig megmondja. Ez a fölte megmondja, de amikor megkezdtem és kiolta sminkes, azt nem tudta. Igen, így van. Vágót sem. Jól van. Így vagy úgy, Attilánál van a jó válasz, úgyhogy 3-0-nál Attila elrabolta a válaszadás jogát. Most már csak az a kérdés, hogy András milyen témakört választ Attilának. Ugye nyelv és irodalom, film és tévé, illetőleg élővilág. Mit tudunk Attiláról? Hogy orvos. Orvos, nagyszerű, igen. És hogy mindent tud. Igen, igen. Jó, na most az orvos az kizár bizonyos témaköröket, az, hogy mindent tud, az nem. Úgyhogy az Andrási a döntés, hogy... Hát legyen a nyelv és irodalom. Legyen nyelv és irodalom. Népszerű. Ez egy olyan taktika, hogy hát ha ebbe gyengébb, mert van egy olyan taktika is, hogy tudom, hogy jó benne, de én is jó vagyok, és akkor tudok esetleg rabolni. Ezt most így random döntöttem, őszintén szólva. Néha azok a legjobb döntések egyébként. Jól van. Hát akkor 3-0-nál Attila gyűjthet pontokat, lássuk a kérdést. Melyik írunk használta a Csokonai Lili álnevet? Eszterházy Péter. Nagyszerű, így van. Darabig próbálta megtartani ezt az inkognitót, de aztán viszonylag gyorsan fény derült. 17 hattyúk, kiváló műve például. Igen, kirendezte. Ja, nem. 3-1, következő kérdés. Hogy hívják Jaroszláv Hašek derék katonáját, aki regényében és elbeszéléseiben is visszatér? Ő Svejk, a derék kutyapacér. Svejk, a derék katona, így van. 3-2. Következő kérdés. Mi a neve Berg Judit regény sorozatában a kalandvágyó kisegérnek? Rumini. Rumini, helyes, így van. Nem is kérdezem, vannak unokák? Nekem, igen. Unokák. 24 éves a nagyobb fiam, és hát lehet, hogy van, nem tudunk róla, és 12 éves a kisebb. Jó, 12 évestől nem, de a unokák, ezzel most kicsit megkapaszkodtam. Apám 24 volt, amikor én születtem, és nem csinált így. Jó, de így jár, mert lány szeretett volna, de mindegy. 57 évhez lehetne már, de nem, lehetne. Még csak igen. A Rumini-re tartunk, csak azért, a gyermekkel. Azért kérdeztem, mert ez is egy nagy segítség, amikor az ember a kisgyerekeinek, vagy az unokáinak meséket olvashat, vagy átmegy a szobán, amikor nézik a törpolyácát, és akkor tud ilyeneket. Nekem a Gyűrűk ura műveltségem az ilyen mozaikszerű, hogy attól függ, hogy mikor mentem át a szobán, amikor ők nézték. Én is a gyermekirodalomhoz azt a taktikát választottam, hogy 12 évenként jött egy újabb gyermek, és akkor arra lehetett felkészülni. Ez egy üzenet a kedves feleségének, hogy ideje lenne? Most 12 éves Detre fiam, pont az idén. Köszönöm az ötletet. Nekem semmi sem drága. 3-3, következő kérdés. Milyen sors szerepel Orvos Tóth Noémi Felmenőink bennünk élő traumáiról írt könyvének címében? Boldogtalan? Nem jó válasz, András. Megörökölt? Majdnem jó egyébként, értelmét tekintve jó, de címeknél ugye vagy jó, vagy nem jó. Örökölt sors. Ugye, és arról szól, hogy érdemes a családunkat megvizsgálni, hogy milyen történetek voltak, viselkedések voltak, ki kicsoda volt, abban, hogy talán egy picit jobban értsük a saját sorsunkat. Egyébként egy nagyon híres könyv, és nagyon sokat beszélgetnek róla, és nagyon sokan olvassák, akik kicsit kutakodnak, hogy... Feleségem is olvassa, csak a sorsra emlékeztem a címéből. Hol van? Mert mit lapok ezért otthon? Megint az? Jó, hát de még mindig jobb a jó válaszok kontra nem jó válaszok dolog. Jól van, nem változik a helyzet, marad a 3-3 továbbra, és Attilától kérdezem. Milyen címmel jelentette meg Vörös Sándor az elképzelt költőnő Lúnyai Erzsébet verseit? Psziché. Helyes, így van. Egy hajdani költőnő verseit. Kiváló. 4-3, átvette a vezetést Attila. Újabb kérdés.
Hányas vágányról indul Londonból a Roxford Express a Harry Potter regényekben? A 9 3/4-es vágányról volt szerencsénk. Csak addig eljutottunk, hogy így megpróbáltuk betolni, és nem sikerült. Ott a helyszínen? Nem sikerült, a helyszínen, igen. Na, ez egy fontos válasz volt, mert ez viszont egy gyerek nyűgösködött volna, hogy King's ezt, Cross pályaudvaron, hogy nem lehet tudni. Igen, hát ez egy nevezetes dolog. 5-3. Következő kérdés. Mi a valódi neve az X-Men képregények X professzorának? Diablo. Ez egy csodálatos nevek, de nem jó, András. A nyelvem nem van, de nem fog eszembe jutni. Hát akkor megmondom, igen. Magneto? Nem. Az se. Még, igen? Nem, a még nem találgattunk egy kicsit. Xavier. Oh, igen. Ugye X-el írva. Mr. X, igen. Jó, marad az 5-3, megint nem sikerült, pedig vannak rések a falon. Vannak, nem? Becsületes ember vagyok, a lopás sosem ment. De nem, hát így. Ez pedig, most... Pedig valahogy, itt most szabad. Jó, tehát ez most benne van a szabályban, hogy szabad. Jó, ez most egy törvényes lopás lenne. Marad az 5-3. Attila. Fekete István melyik 1957-ben megjelent regényének főszereplői Tutajos, Bütyök és Matula bácsi? Ez a Tüskevár. Tüskevár, jó, igen. Nehezek után egy könnyen. 6-3. Következő kérdés. Ki az az író és nyelvújító, akinek a mauzóleuma Szép Halmon található? Kazinczy Ferenc. Helyes, így van. Nevezetes hely Kazinczy szempontjából. A mai napig. 7-3. Következő kérdés. Melyik állat szerepel Giuseppe Tomasi di Lampedusa világhírű regényének címében? A Párduc. És egy kiváló Visconti film készült belőle Claudia Cardinale és Alain Delon főszereplősével. Na, köszönöm szépen a kimerítő választ. Egy kis összművészeti adalék. Igen, 8-3, 2 pontra játszma, és ezáltal a párbaj megnyerésétől Kovács. Most már akkor is lopni kell, hogyha tilos, jó? Csak adjon rá lehetőséget. Következő kérdés. Hogy nevezik idegen szóval az eladásból visszamaradt hírlapok, könyvek tömegét? Ez a remittenda. Remittenda, helyes, így van, visszárul egyébként, hogyha a visszaküldeni szóból képezték. 9-3. Játszma és mérkőzéslabda. Ha valamikor, akkor most ki kell jöjjön Andrásból a győzni tigris. Akaró tigris vagy párduc. Így van. Kérdés, hogy Attila ad-e lehetőséget. Tizedik kérdés, illetve nem tizedik kérdés, de a kérdés a tizedik pontért. Mit jelent a Mowgli név Kipling a Dzsungel könyve című művében? Béka. Nagyszerű válasz, így van, béka, vagy kisbéka, ugye Farkas anyu adja ezt a nevet, kedveskedve, és ezért hívják Mowglinak, azaz békának. Nagyszerű válasz volt, ezzel megvan a játszva 10-3 arányban, és megvan a hetedik párba is, 3-1 arányban, dr. Kovács Attilának. Jaj, igen, ez annyira rossz, amikor amit ő nem tud, azt én se, amit ő tud, azt én is tudtam volna, és akkor az ember ott áll tehetetlenül, és a megörökölt az majdnem jó is volt ráadásul. Hát a majdnem kanállal nem lehet leves tenni. Hát ezzel nem tudok vitatkozni. András, jól érezte magát itt a játékban? Nagyon jó volt. Jó élmény volt. Örülök, hogy újra találkoztunk, és a maradt talponnal szemben itt ráadásul le se dobjuk sehova sem. Csak megköszönöm, hogy eljött és megtisztelt bennünket a játékkal. Köszönöm szépen, azt látom, hogy Attila jó versenyző alkat, hiszen most már ugye 7 párbajt vívott meg sikerrel. A kérdés csak az, hogy egyre nagyobb a tét, úgy nő-e valamilyen fajta feszültség? Igazából egy picit, ha lehet választani, bár fene se akarna választani, inkább a fáradtság az, ami egy picikét nő. Feszültséget... Jó, de tartottunk vagy 10 hónap szünetet, és igen, azóta igen. Ez ugye ez a második adás, amiben találkozunk. Hát volt közben tavaszi fáradtság, nyári, őszi fáradtság, minden. Épp most hol tartunk, most a szokásos fáradtságnál, de mindenféleképpen
A lényeg az egészben, amit változatlanul mondok, és a családtagjaim is ezzel engedtek el, hogy játszunk egy jót. Nem kell feszülni, hanem élvezni kell a játékot. Jó, hát akinek ilyen játék rutinja van, az természetesen tudja, mindazonáltal én már nagyon sok olyan játékos láttam, aki eljött, hogy játszunk egy jót, aztán amikor meglátott egy hétjegyű számot, akkor hirtelen elkezdett izgulni, feszülté válni, bejött az élete összes problémája, a hitelei, a fizetése, stb. Tehát azért ez nem olyan könnyű, amikor nagy a tét, jól kezel. Én bevallom őszintén, hogy a legnagyobb szám, amin én itt izgulni szoktam ebben a stúdióban, az a szemben levő másodperc jelző, hogy az 5,00-ról mennyire fog visszamenni, és mikor lehet esetleg megállítani. Ez a lényeg a játékban. Jó, hát azért mutatok még egy néhány számot, ami szintén lényeg a játékban, hiszen ugyebár a 7. párbaj egy újabb garantált összeggel jár, és azt jelenti, hogy mivel 7 párbajt sikeresen megvívott, a garantált nyeremény immáron 4,5 millió forint. De az is jól látszik, ugye, hogy van még hova előrelépni, ugyebár ebben a játékban, aki 10 párbajt sikeresen megvív, az 10 millió forinttal mehet haza, sőt küldjük, nem játszhat tovább, viszont ő a géniusz titulust is magával viheti. Ugye csak emlékeztetőképpen, Boros Márton 8 párbajt vívott meg sikeresen, és végül is a 9. talált legyőzőre. Ezt a rekordot a következő párbaj sikeres megvívásával akár be is állíthatja dr. Kovács Attila, ezért is kérdeztem, hogy a tét hogyan hat rá. De hát akkor menjünk lépésről lépésre, és próbáljuk ki, hogy hogyan hat a tét. Következik a 8. ellenfél. Peterson Anna Kaliforniában végzett a Humboldt State University-n történészoktató és oktató tanárszakon. Évekig dolgozott a kaliforniai bíróságon, jelenleg pénzmosás elleni szakember. Az 500 legeredményesebb női játékosa volt. 2 millió 450 ezer forintot vihetett haza. Az nem kis teher, hogy mindenek után ennyire sikeres volt az 500-ban, most itt újra meg kell felelni az elvárásoknak és a rajongóknak. Teszem, amit tennem kell. Húha, és ennyi. Annyit tudni kell ugye Annáról még, hogy ugye vívó volt, sportoló volt, tehát ismeri a versenyhelyzeteket, ugye? Nekem ez nagyon komfortos, hogy úgy nagyjából 4 méter távolságra állunk egymással szemben, ketten plusz egy versenybíró. Aha, ez úgy jól esik. Igen, de fegyver nincs nála, Attila. Ez a szerencse, igen. Ez a szerencse. Ha jól tudom, akkor a vívásnak köszönheti a férjét is. Ez így igaz. Ez hogy történt? Pontosan egy idősek vagyunk, egy napon születtünk, ugyanabban az évben, ugyanabban a hónapnap, dátumra pontosan, és mind a ketten ugyanazt a vívással kapcsolatos fórumot látogattuk. Korábban 15 éves koromban. Igen, ő amerikai, ő ott volt kardvívó, én itt voltam törvívó. Az internet hullámain megismerkedtünk, Magyarország jött a jegyzőtáborba, és el is indult a romantikus történet. És akkor most már házastársak. 10 év után most Magyarországon élnek, ugye? Igen. Igen. És Anna pénzmosás elleni szakember. Ez így igaz. Ez nagyon röviden, mit tudjunk erről? Nagyon röviden a cégünknél a nyomozati anyagot elkészítik a nyomozók, amikor látjuk, hogy valaki nagyon gyanúsan használja a bankszámláját, nagy összegek futnak be, nagy összegek futnak ki, esetleg gyanús partnerekkel üzletel. Ezekről én, illetve a csapatom írjuk meg a jelentéseket a különböző végrehajtó szervek felé. Jó, hát a pénzmozgásokkal azt gondolom, hogy nekünk nincsen ilyen takargatni valónk, ugyebár, hiszen pontosan tudjuk, hogy egy-egy párbaj megnyeréséért mekkora összeg jár. Ugye, ahogy említettem, Attila már 4 millió 500 ezer forintnál, tehát hogyha majd az átéri átutalja, bár részben már átutalta, ugye, mert 5 párbaj után a jussát 2,5 millió forintot megkapta az előző évad után, akkor ez egy teljesen normális pénzmozgás lesz. Tanúink vannak, ugyebár arra, hogy itt mi történt. Konzisztens a cég profillal. Na, hát örülök, hogy ilyen hivatalosan megfogalmazva is teljesen rendben vagyunk. Nem kicsi a feladat Anna, hiszen Attila most már nagyon rutinos, nagyon sok mindent tud, abszolút benne van a játékban, és a 8. párbaját játsza, amely számára ugye óriási téttel bír, hiszen utolérheti Boros Márton, de úgy látom, hogy valamit szeretne mondani. Nem, hát láttam Annát természetesen az 500 műsorban, és tisztelettel gratulálok ahhoz a teljesítményhez, úgyhogy le a kalappal, hát nem lesz könnyű, az biztos. Nagyon szépen köszönöm. Na, hát akkor itt
az ideje, hogy nekiveselkedjünk a játéknak. Ugyebár a szabályok szerint, mivel Attila van játékban, ezért az első játszmában ő fog kezdeni. A 10 téma körünkből a tudomány és technika, a sport, illetőleg az életmód szerepel, és az első témakört mi választjuk ki, ez pedig a sport. Sporttal fogunk tehát kezdeni. Következik Kovács Attila 8. párbaja. Attila, hogy nevezik a bármikor becserélhető játékost a terem röplabdába? Az? Nem, Anna, rabolhat? Libero. Ő a libero, így van. Mondd ez valamit, így utólag? Olvastam már róla. Igen, mit kell tudjunk a liberóról? Hogy szabadon becserélhető játékos a terem röplabdában. Jó, ugye a libero egy csak védekező játékos, más színű mezben van, más szabályok vonatkoznak rá, másképpen lehet őt cserélni, másképp lehet használni a játék. Ugye régen nem volt libero, és aztán kitalálták ezt a posztot. Hát kicsit olyan, nem a funkcióját tekintve, csak olyan, mint egy foci csapatban a kapus. Más színű mezben van, más a dolga, de azért a csapatnak a része ő is. Nos, a libero is egy speciális feladatot ellátó játékos. Hát rögtön elsőre sikerült Annának rabolnia, innentől kezdve viszont egymásnak választanak témakört, úgyhogy most Attila dolga az, hogy eldöntse, hogy az életmód, a sport, illetőleg a tudomány és technika témakörök közül melyikkel játszunk. Játszunk a tudomány és technikában. Játszunk a tudomány és technikában. Anna, íme a kérdés. Melyik elem vegyele a periódusos rendszerben az MN? Mangán. Helyesen lesz, így van, mangán. 1-0. Következő kérdés. Melyik olasz városra utal a Fiat nevének utolsó betűje? Torino, ez a Fabrica Italiano di Automobili Torino. Minden, abszolút, Torinóban van, ugye ez egy híres torinói autógyár. 2-0. Következő kérdés. Melyik skót tudós fedezte fel az első antibiotikumot, a penicillint? Sir Alexander Fleming, aki teljesen véletlenül találta meg, miután egy baktérium kultúrába véletlenül penészt keveredett. Ez az angol akcentus, nekem még egyszer elmondani, hogy Sir Alexander Fleming? Sir Alexander Fleming. Wow, ez csodálatos, így van. Igen, hát azért a tudományban azért nagyon sok felfedezés volt véletlenül, ugye beszélgethetünk Newtonról, meg az almáról, meg egy csomó minden másról. Nagyszerű és kimerítő válasz volt. Egyébként Attila is a kimerítő válaszok nagy mestere. Igen. Igen, csak főleg rendezőkben utazik, de nagyon sokszor kapunk mellékinformációt, amit mi szeretünk. Jól van. 3-0. Anna. Milyen eljárást talált fel Charles Goodyear a kaucsuk rugalmassá és ellenállóvá tételére? Ez a vulkanizálás, amikor ként adnak a kaucsukhoz. Így van. Jó, hát legkülönben nem lehetne aztán. 4-0. Habár egyre izgalmasabb a játék, most egy pici szünet következik, aztán játszunk tovább, tartsanak velünk. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha ön az a típus, aki egyből segít, ha szívesen enged teret másoknak is, akkor egyértelmű, hogy ezt az autót önnek találták ki. Új Citroen C5 Aircross SUV. Nagy vonalú, mint ön. Keresse az azonnal elvihető SUV modelleket a Citroen márka kereskedésekben. A megújult DAP krémtus fürdő hidratáló Triple Moisture szérummal táplálja még a nagyon száraz bőrt is. Már az első zuhanyzástól azonnal segít puhává varázsolni a bőrt, amivel jól esik az ölelés. Válaszd a megújult DAP krémtus fürdőt. Anyaként bármit megtennék gyermekeim egészségéért, hogy gyerekkoruk minden pillanata örömteli legyen. Ezért marslakócskák gumivitamint adok nekik, amely nem csak cinket és echinacát tartalmaz, hanem D-vitamint is, amely hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez. A gyerekek pedig imádják gyümölcsös ízét. Marslakócskák. Életerő a gyerekvilágnak. Keresse a marslakócskák csomagokat plusz egy havi adag rágó tablettával. Mi lesz ebből? Először látogatás egy új házkereskedésben. Utána pedig új fürdőszoba.
Már 25 éve nyújtunk segítőkezet minden felújítónak és építkezőnek. A megújult újházkereskedések széles választékkal és szakértő munkatársakkal várnak, hogy közösen valami újat építhessünk. Ne feledd, ha építkezel, találkozunk. Újház. A napi rutinját követné, de lázas és fejfájása van? Enyhe és közepesen erős fájdalmaknál segít a Dolgitakut 400 mg-os lágykapszula. A Dolgitakut hatékonyan csökkenti a lázat, a fájdalmat és a gyulladásokat, hogy a mindennapokat élvezni tudja. Vény nélkül kapható, maximális hatóanyagtartalmú Dolgitakut 400 mg lágykapszula fájdalomkezelésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Sokfélék vagyunk, de a hűtőnkben van valami közös. A pöttyös. Sült gesztenye? Nem rossz. Gesztenyepüré? Jöhet. Gesztenyés óriás pöttyös? Akarom. Te kóstoltad már? C-vitamin. Persze, hogy béres. Sokféle szerepben kell helytálnom. És szeretem, ha rendben mennek a dolgaim. A béres C-vitamint választom, mert nem mindegy. Hogyan törődöm magammal? Hogy törődhessek másokkal is. Béres C-Max. 1500 mg C-vitaminnal, D-vitaminnal és csipkebogyóval. Tegyünk immunrendszerünk támogatásáért. Béres C-Max. Több, mint C-vitamin. Keresse az 1000 mg-os béres C-vitamint D-vitaminnal. Akciós áron a szimpatika gyógyszertárakban. Lépj be a Gallió csodák világába. Mennyi könnyedség. Micsoda kunszt. Gallio. Benő szinte mindig jön bölcsibe. Látszik, hogy az anyukája adja neki a béres cseppet. Béres csepp. Gyerekeknek is már 10 kg testsúlytó. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Van, amikor már csak ők segíthetnek. Megvalósítják azt is, ami másoknak lehetetlen. Ők az E-Team. Showtime. A Power Exchange akuk szakértői. Vezeték nélküli határtalan szabadság már több mint 250 kertész szerszámképez. Einhell. Vezeték nélkül tökéletesen. Akut izomfájdalom. Az ultravékony Voltaren tapasz magas hatóanyag koncentrációval hat a fájdalom helyén. Kényelmes és hatékony, reggeltől estig. Voltaren Aktivó gyógyszeres tapasz. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Önnek is vannak megvalósítandó tervei? A Raiffeisen Banknál azon dolgozunk, hogy ön könnyebben elérje céljait, bármire is vágyik. Igényelje akciós személyi kölcsönünket gördülékenyen, jövedelem átutalás nélkül, 16%-os THM-mel és a futamidő végéig fix törlesztő részlettel. Raiffeisen személyi kölcsön jövedelem átutalás nélkül új ügyfeleknek akár otthona energetikai korszerűsítésére is. Kalkuláljon online. Kölcsönszabadon.hu. Tudta, hogy C-vitaminból már akár napi 500 mg elég lehet? Nekem is. Nekem is. Nekem is. Igen, különösen, ha a technológiája garantálja a közel teljes hasznosulást. A CETEBE 500 mg időszemcséből ráadásul fokozatosan szabadul fel a C-vitamin, így állandó szintet biztosít akár 12 órán át. CETEBE. C-vitamin reggeltől estig. Most 20% kedvezménnyel kapható a Benu gyógyszertárakban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Te melyiket választanád? Az azonnal fehérebb fogakat, vagy a fogérzékenység enyhítését? Új Signal White Now Sensitive. Azonnal segít fehérebbé tenni a fogakat, és enyhíteni a fogérzékenységet. Mostantól élvezheted a meleget és a hideget. Többé nem kell választanod. White Now Sensitive a Signaltól. Ön is géniusz? Tegye próbára tudását, és válaszoljon helyesen az alábbi kérdésünkre. Kinek a múzsája volt Lilla? Géniusz 1. Arany János. Géniusz 2. Csokonai Vitéz Mihály. Nyereményünk egy 40 ezer forint értékű ajándékkártya az Ormos Intézet jóvoltából. Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat.
dr. Kovács Attila megszerezte a 7. párbaj győzelmét is. A 8. azonban az 500 legeredményesebb hölgyjátékosával, Petersen Annával került szembe. Anna pedig a már megismert magabiztosságával kezdte a játékot, és vezet is Attila ellen az első játszmában. El is röppent a szünet, ideje, hogy folytatódjon a géniusz. Kiről kapta nevét az az űrtávcső, ami 2022. februárjában elsőként egy szelfit küldött a világűrből? Hubble? Nem jó a válasz, Attila? Ez a Webb űrtávcső. Helyes, így van. James Webbről kapta a nevét az űrtávcső, és azt is tudja, hogy miért küldött szelfit magáról? Azt most nem. Nem azért, mert divat, és kinyúlt egy kar egy telefonnal, és lefotózta magát, hanem tulajdonképpen ez a technika, ugye, mert ez egy űrtávcsőnek az optikája, az nem egy tükör, hanem sok kicsi, és ezeket be kell állítgatni egymáshoz, és azért készített erről a tükörről egy szelfit, hogy odahaza a tudósok Amerikában összetudják hangolni ezeket a pici tükröket, hogy aztán a végén abból egy sík legyen. Tehát ez nem egy ilyen pojáca szelfizés volt, hanem egész egyszerűen funkciója volt tudományos szempontból. Attilának sikerült visszarabolnia a válaszadás jogát 4-0-nál, viszont most Anna választhat témakört. Tudományos technika, sport, életmód. Ez a sport olyan jól ment előző körben. Sport olyan jó, kinek? Kolleginának. Igen. Jó, azért azt már láttuk, hogy Attila is otthon van a sportban. Meglátjuk, hát ugye mindig vannak olyan kérdések, amiket nem tudunk, és amiből viszont tanulni lehet. Jól van. 4-0-nál tehát következik Attila. Melyik női teniszező nyerte a legtöbb Grand Slam tornát a versenysorozat történetében? Billie Jean King. Nem helyes a válasz, Anna. Venus Williams. Az sem helyes, de majdnem, viszont Venus Williamsnél és a legendás Billie Jean Kingnél is többet nyert Serena Williams. Egyesben és párosban is messze. Ő a rekorder, túlszárnyalva Steffi Grafot, Navratilovát, mindenkit. Serena Williams messze a legeredményesebb, 23-szor nyert egyéniben és 14-szer párosban Serena Williams. Maradunk Attilánál, mert ugyan a tekintetben jó volt a témaválasztás, hogy sikerült egy olyan kérdést kapnia Attilának, amit nem tudott, de Anna sem tudta elrabolni, úgyhogy továbbra is Attilától kérdezek. Hogy hívják hazánkban az atlétikai futópályák műanyag borítását? Ez a rekordtán. Kiváló, így van, rekordtán. De régen, amikor salak volt a rajtnál, kis lapátkával kiásták a lukat, ahova beillesztették a lábukat, és onnan startoltak el, tehát ma már ezt meghaladta az élet. 4-1, megvan Attila első pontja. Nem is tudom, hogy volt olyan játszma, ahol ilyen sokat kellett várni az első pontjára. De ezt most hagyjuk is, ez már a múlt homályába vész. 4-1. Attila. Hány pontot érhet maximum baseballban egy home run, azaz a hazafutás? 9 pontot. Az nem jó válasz. A Grand Slam az 4 pont, mert 4-en futnak haza együttés alatt. Hát úgy látszik, hogy itt a baseballt is nézett Amerikában, nem csak a bíróságra járt, és nem csak vívással foglalkozott. Így van, tehát ugye van 4 bázis összesen, egyike van az ütőjátékos, és ugye a másik 3 bázison is van egy-egy játékos. Hogyha az ütő home run üt, akkor mind a 4-en szépen hazafutnak, és minden egyes hazafutó játékos. A 9 azért rémlett egyébként, mert úgynevezett 9 inninget, azaz szettet vagy játszmát játszanak a baseballban, lehet, hogy onnan volt ez még. Anna visszarabolt 4-1-nél, úgy látszik, hogy ez a sport ez jól működött, viszont most Attila döntheti el, hogy mi legyen a témakör. Hát hasonlóan jól ment a tudományos technika, úgyhogy abból. Kikart, igen, megy a taktikázás, jól van. Anna következik tehát, tudományos technika a témakör, így a kérdés. Melyik vegyület vizes oldatát nevezzük a hétköznapokban szalmiák szesznek? Az ammóniájét. Nagyszerű, igen. Ezt honnan tudta? Volt egy bírósági ügy, ahol valaki ammóniával elkábította nem tudom én kicsodát, a pénztáros nőt a bankban. Nem, ez még középiskolai tanulmányaimból. Az dicséretes, az dicséretes. 5-1. Következő kérdés. Hány foknál nagyobb szöget nevezzük tompa szögnek? 90 foknál nagyobbat. Így van. De ezek mindig olyan, az ember belegondol, elképzeli, látja, jó, 90, oké, jó, rendben van. 6-1. Következő kérdés. Melyik vitamint nevezték korábban axteroftolnak és retinolnak is? Ez az A-vitamin. Na, hogy ez nem volt középiskolás anyag, az biztos. Emelt szintű biológiai értségi. Jaja. Erről nem volt szó. Na jó, mindenhez nem, hát
nem, nincs renonc, tehát éremelt szintű biológiai érettségét tenni cserébe az A-vitaminért. 7-1. Következő kérdés. Melyik szomszédos ország webcímei végződnek a .rs rövidítéssel? Szlovéniáé. Nem jó a válasz, Attila? Szlovákiáé. És mi az R? Republika. Hát, és ha republika, Szerbia? Ó, az is lehet, igen. Meg jó fele jártak. Igen. Marad minden változatlan, az eredmény is, 7-1, a témakör is, és az is, hogy Anna válaszolhat. Következő kérdés. Hány csúcsa van egy kockának? 8. Rem, 8-1. Következő kérdés. Mi a funkciója a PC-n a Ctrl plusz Z billentyű kombinációnak? Visszavonás. Helyes a válasz, így van, művelek visszavonása. Anna szokta használni ezt a kontrollos változatot? Nagyon sűrűn. Igen? Már nem azért, csak mert én egérrel használom, kiadja a kis táblácskát, kiválasztom, hogy vissza, és akkor vissza. Vagy ott van az a kis curiknyilacska, és akkor kész azzal. Ne is ezzel foglalkozom, az a 9-1, és játszma labdája van Annának az első játszmában. Újabb kérdés. Melyik energiahordozó feldolgozásakor keletkezik a bitumen? Ez az olajlepárlásnak a legnehezebb szakasza. Még azt is tudja, hogy milyen szakasza jön, és azok, hogy ez a legnehezebb. Így van, helyes. Na, ez egy nagyszerű játék volt, és ha már a különbség viszonylag nagy 10-1, de aki látta a párbajt, az tudja, hogy hol itt volt a labda, hol ott volt a labda, hol itt volt a labda, hol ott volt a labda. Egy nagyon izgalmas játszma volt, amelyet végül is Anna nyert meg, és 1-0 arányban vezet. Attila? Asszonyomra akadtam a hölgyben. Bocsánat, emberemre. Tehát igazán nagy tudású, kiváló játékos. Ez a vízjátékoknak a sora. Így kell. Attila egyébként miből érettségizett? Kiválóan emelcintű. Hát akkor még nem volt emelcintű, amikor mi érettségiztünk. Nem volt. Magyar, történelem, angol. Akkor még mindenféléből kellett érettségizni. Volt valami fizika, biológia is, ezre már kevésbé emlékszem. Igen, azért lett orvos, igen. Jó, rendben van. Na vágjunk neki a második játszmának, de előtte ugye nézzük meg, hogy milyen témakörökből fogunk tudni gazdálkodni. Éme a 10, és ebből most nyelv és irodalom, film és tévé, illetőleg bulvár a 3 témakör. Nézzük, hogy melyikkel kezdünk, ez a nyelv és irodalom, és mivel Attila van hátrányban, ezért Attila fogja kezdeni a második játszmát. Következzék tehát Attila 8. párbajának második játszmája. Attila, melyik magyar pszichológus írt regényt Jézus történetéről Pilátus testamentuma címmel? Popper Péter. Nagyszerű, így van, Popper Péter. A mű is nagyszerű, és a válasz is. 1-0. Kiknek a végnapjairól ír Jókai Mór az 1854-ben megjelent történelmi regényében? Janicsárok végnapjai. Remek válasz, helyes, Janicsárok végnapjai. 2-0. Következő kérdés. Ki volt az első nő, aki irodalmi Nobel-díjban részesült? Selma Lagerlöf. És mit köszönhetünk neki? Nils Holgersson. Nils Holgersson kapta 1913-ban, vagy 9-ben, akkor mínusz 4 év a Nobel-díjas. Mint ha ma lett volna. Így van, a Nils Holgersson meséket köszönhetjük neki, és ezért ő Nobel-díjban részesült. 3-0. Következő kérdés. Ki írta az Egy mondat a zsarnokságról című verset? I.S. Gyula. Megírő költeménye. Helyes, így van. 4-0. Következő kérdés. Melyik városba utazik teljesen egyedül vonattal Erich Kästner ifjúsági regényében Emil? Ő Berlinbe utazik. Berlinbe utazik, helyes? És mire megérkezik, megtapasztalja, hogy az élet milyen kegyetlen. Az a boríték, meg az a gombos tű, hogy hát, mi történhet. Szegény Emil megviselte ez a vonatot. 5-0. Fél távnál járunk. Következő kérdés. Hány Fahrenheit foknál fog tüzet a könyvnyomó papír Ray Bradbury regényének mottója szerint? 451 Fahrenheit. Egészen pontosan, 451, az körülbelül 233 Celsius fok, csak hogy mi is tudjuk viszonyítani. 6-0, következő kérdés. Milyen álnéven alkott Molnár Éva magyar írónő?
Vivian Fable. Helyes, így van. Ez pedig a férjezet nevének, Bánfal Vévának az anagrammája, ebből rakta össze, Vivian Fable. 7-0, következő. Milyen járművön utazva jutott el Afrikába Gombóc Artúr a mese szerint? Léghajón. Nem jó válasz, Anna. Repülőgépen. Az se nem jó, mert szegény Gombóc Artúrnak az a problémája, hogy se a léghajó, se a repülő nem bírja el, mert annyira gombóc, ezért teherhajóval kénytelen utazni, mert az az egyetlen utazási eszköz, ami elbírja a Gombóc Artúrt. Igen, a dagadt madár, ugyebár, nem tud szállni. Marad a 7-0, nem sikerült rabolni, pedig nem sok lehetőséget ad Attila. Játszhat tovább. Következő kérdés. Melyik költőnk verséből származik az otthagyott csapott papot szólás? Csokonai Vitéz Mihály. Na de ki volt a költő? Anna? Petőfi. Igen. Attila. Igen, mondta a fáradtságot. Ugye az volt a kérdés, hogy melyik költőnk verséből származik az otthagyott csapott papot szólás. Igen, és igen. Az teljesen jó, hogy a Csokonai című vers. Világos, igen. Teljesen jogos. Jogos, teljesen. Igen. Anna is megállt rá, kert kérdezek, hogy de... hogy nem jó a válasz, ugye? Mert Petőfi Sándor Csokonai című verséből. Egyébként igen, csapott papot, mindent felejtett, Csokonai Vitéz Mihály. Igen. Tehát tudta, hogy hol jár, igen, csak igen, nem a kérdésre igen, 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 válaszol. Igen. Jogos. Fáradtság? Egy kis fáradtság. Igen, de... 7-0, viszont most Anna rabolt, úgyhogy ő fog válaszolni, de milyen témakörben? Hát Annának sincsenek lyukas témakörei, legyen film és tévé. Legyen film és tévé. Anna. Milyen növény szolgál Manócska és Mazsola lakhelyéül Bálint Ágnes meséjében? Gomba. Nem jó válasz, Attila. Egy tök. Ez viszont jó válasz. Így van. Manó talált a mezőn egy jókora sütőtököt. És erről van szó. Helyes. Már is visszarabolt Attila, de Anna válasz témakör. Hát, ha a bulvárral meg tudjuk fogni. Ugyebár? Bár a felesége trenírozta, mert mindenféle bulvár témákat dugott le az órán. Föl kellett mondani az aznapi bulvár sajtót, és csak akkor kapott reggelit. A tus már a reggeli tus alatt föl kellett mondani, hogy kapjak reggelit, igen. Jól van, tehát 7-0-nál újra Attila, de most bulvár kérdésekre. Következő. Melyik egykori német teniszcsillagot ítélték 2,5 év börtönbüntetésre 2022 áprilisában? Bum-bum Boris Beckert Londonban. Boris Beckert, igen. Na, őt biztos vizsgálták a különféle pénzmosás, mert itt eltitkolta, ott elcsalta, azt kölcsönkérte, azt nem adta vissza, azt elfelejtette bevallani. Vele volt a kollégáknak dolga. Az biztos. Annának is? Vagy Anna cégét nem használta semmilyen átutalásra. Én nem tudok róla, hogy lett volna, de mi egymás között is tartjuk a banktitkot. 8-0, 2 pont kell még az egyenlítéshez, hogy egyen legyen a játszmarány. Következő kérdés. Ki Kate Hudson színésznő édesanyja? Goldie Hawn. Nagyszerű a válasz. Goldie Hawn, aki ugye magyar gyökerekkel is rendelkezik. Igen, igen. Ennek mi egyébként az amerikai, hogy ejtik ki így? Ó-val, vagy Á-val, vagy Hawn. Hawn, Goldie Hawn. Ja, a Hawn dinasztiához tartott. De én a Hawnt is elfogadtam. 9-0, játszma labdája van Attilának. Következő kérdés. Melyik híres amerikai televíziós személyiség felesége Portia de Rossi színésznő? Jó a kérdés. Larry King? Nem. Nem. Anna? Ellen DeGeneres. Ó, tényleg. Anna biztos többet tud róla. Ellen nem régen esett ki a Pixisből, leginkább azért, mert a nagy szlogenje volt a Be Kind to One Another, legyetek kedvesek egymáshoz, és ezután kiderült, hogy kimondottan abuzív volt a stábja felé. Aha, tehát zaklat őket. De ugye ő az, aki ezt a Portia de Rossi, jól mondom? Portia de Rossi nevű színésznőt ugye összeházasodtak legálisan, hivatalosan, tehát két hölgyöt engedélyezett volt. Sikerült rabolni 9-0-nál, úgyhogy Anna jön, de mi legyen a téma, Attila? Film és tévé. Próbálkozzunk. És tévé. Lehet eső, lehet sár. Anna. Kialakítja az idős Zorrót az 1998-as Zorró állarcában?
Julio Iglesias. Nem jó a válasz, Attila? Anthony Hopkins. Hopkins alakítja az idős Zorrót, így van. Nagyszerű színész, már is sikerült visszarabolni, de Anna válasz témakör. Legyen nyelv és irodalom. Legyen nyelv és irodalom. Újabb játszmalabda. Kinek a regényéből készült Fábri Zoltán az 5. pecsét című filmje? Sánta Ferenc művéből készült az 1976-os film. Nagyszerű! Attila kiadta minden bosszúságát ezzel az alapos válaszsal, és ezzel 10-0-ra nyerte ezt a játszmát. Érdekes, ugye, hogy az előző 10-1 volt, de mennyire izgalmas és fordulatos volt. Ez most 10-0, de mennyire izgalmas és fordulatos volt. Összességében pedig a párbaj még izgalmasabb, hiszen az állás 1-1. Nagyon-nagyon szép játék, mert hol itt egy jó válasz, hol ott egy rablás, aztán egy érdekes információ, stb. Nagyon élvezetes a játék, és most ráadásul egy újabb fordulatot vehet, hiszen egy-egynél a harmadik játszmában ugye a másik fajta a játékunkat játszuk, nevezetesen, ugye itt most csak 7 pontig tart a játszma, de 2-vel kell nyerni, a rossz válaszok mínuszpontot is érhetnek, bármilyen témakörből vegyesen jönnek a kérdések, és a kérdés elhangzása után, aki gyorsabban megnyomja a gombot, az válaszolhat, ugyebár. Minden világos, kérdezem Annától, mert Attila már otthon is megnyomja a gombot azonnal, hogyha egy kérdést kap. Annyira rutinos. Minden világos? Igen. Jól van. Akkor következik a harmadik játszma. Első kérdés. Melyik szomszédos országban látogatható a posztolynai cseppkőbarlang? Anna? Szlovéniában. Helyes a válasz. 1-0. Következő kérdés. Milyen állat volt a beceneve Charlie Parker, amerikai jazz-szaxofon virtuóznak? Attila? Madárka. Madár. Bird. Bird. Madár. Helyes, így van. Madár, Bird, Charlie Bird, Parker. Kiváló. 1-1. Következő. Melyik főúri család egykori palotájában működik ma a Petőfi Irodalmi Múzeum? A Károlyi család, és talán onnan az segíthetett volna, hogy a Károlyi utcához köthető. És ott van a Károlyi kert is. Ott van a Károlyi kert is, igen. Marad az 1-1. Következő kérdés. Melyik emberi szervről kapta nevét az articsóka virágának közepe? Anna? A szívről. Remek válasz, így van. Ez honnan volt meg? Articsóka szív olajban megsütve, római módra egy kis balzsamecettel, nagyon jó dolog tud lenni. Mm, igen. És milyen bort ajánl hozzá? Kis fehér, valami kis fehér. Igazándiból egy élénk vörös is nagyon jól elmegy mellé. Kadarka. Tereljük vissza a gondolatokat. 2-1. Következő kérdés. Melyik természetfilmest választotta a földbajnokává az ENSZ 2022. áprilisában? Attila? David Attenborough-t. Nagyszerű a válasz. Azt hittem, hogy egy pillanatra elbizonytalanodik, de aztán megérkezett. David és Richard között volt egy tized másodtér, nyilván Richard már elhunyt, a filmrendező. Hát meg őt, ugye David, az igen, ugye Richard az filmrendező volt inkább. Így van, de David. Igen, szóval David Attenborough a földbajnok. Remek, 2-2. Következő kérdés. Melyik megye területén található mór, pákozd és sárbogárd? Anna? Fejér. Jó, az így van. Attila nem nyomott korán, csak gyorsabban nyomott Anna. Csak mert láttam, hogy próbálgatja. Rendben volt, csak egy nagyon picikével hamarabb sikerült neki. 3-2. Következő kérdés. Melyik folyadék keletkezik a hidrogén égésekor? Anna? Víz. Remek a válasz. Így van. Víz. Attila egyetért? Így van. Egyetértek. 4-2. Következő kérdés. Ki az a dollár milliárdos, aki 2021. júliusában űrutazáson vett részt a Blue Origin fedélzetén? Attila? Richard Branson. Nem jó a válasz sajnos. Anna tudja?
Jeff Bezos az Amazon vezérigazgatója. Jeff Bezosról van szó, hogy a Branson ő a Virgin meg a saját dolgaival repül, meg mindenfélét vállal. Itt ugye nincs rablás, tehát annak nem lesz több pontja, viszont Attilának egyen kevesebb lesz, hiszen a rossz válasz mínusz egy, 4-1 az állás a harmadik játszmában. Következő kérdés. Ki játszotta Abellinót a Kárpáti Zoltán című 1966-os magyar filmben? Attila? Darvas Iván. Nagyszerű, így van, Darvas Iván. 4-2 újra. Következő kérdés. Melyik ország hagyományos étele a knédli? Anna? Csehországi. Ez egy gyorsasági kérdés volt. Vívó, valószínűleg ez a... És már ott is van. Jók a reflexei. Én még a léha sakkon szoktam töprengeni. A léha sakkon? Léha sakkon. De szép kifejezés. 5-2 Anna javára, 2 pontra a második játszma megnyerésétől. Újabb kérdés. Melyik római császár uralkodása idején lett a birodalom hivatalos vallása a kereszténység? Attila? Konstantinus, nagy Konstantin. Nem jó a válasz. Anna tudná? Valahol megvan, és nem akar eszembe jutni. Akkor Theodosius. Nagy Theodosius. A helyes válasz, időszámítás 380. Mindegy. Nagy Theodosius. Nem mindegy, mert most így megint 5-1 az állás. Attilát most egy picit, úgy érzem, hogy most egy picit hullámvölgyben van, tehát a, vagy a koncentráció, hát, a fáradtság. Hát részben vagy... a kiváló játékos. De hát a, de még részben egy piciket valóban, de hát... De hát még nincs vége. Nincs vége. Még picit próbálunk nyomni. Jó. Ugye sokszor szoktunk arról beszélgetni, hogy itt sokat számít egyrészt a tudás, másrészt ez egy versenyhelyzet, ugye? És ki hogy tudja kezelni a fáradtságot, a holdpontokat, stb. És ez mindenkire vonatkozik. Az újoncok, hogy kezelik azt, hogy még rutintalanok, a régebbiek, hogy kezelik azt, hogy kezdenek esetleg fáradni. Jó, tehát ez is a játék rész. Semmi gond. 5-1-re vezet Anna. Következő kérdés. Melyik textilfajtát nevezték el Damaszkuszról? Anna? A damasztot. A damaszt. Helyes. 6-1 az állás, játszma labdája van a 2-1-hez Annának. Következő kérdés. Ki az a legendás táncos komikus, aki színház történeti könyvet írt az operett műfajáról? Anna? Rátonyi Róbert. Helyes a válasz. Ez a válasz is jó. Attila is elismeri. 7-1 arányban nyeri ezt a játszmát Anna, és így a párbajállása 2-1. Attila is elismerően bólogat, és az már nem semmi. Az már valami. Igen. Kiváló volt ez a kvízjáték. Itt a végén nagy gombpárbaj volt, mert én jobban érzékelem talán, mint a kedves nézők, hogy itt kattognak a gombok milyen gyorsan, és tényleg csak nüansznyi különbségek voltak. És nyilván ezeket, hát gondolom Attila is tudta volna, ha azért nyomta a gombot. Ó, igen, de hát a gyorsabb volt a hölgy reflexekkel, így van. Anna nem megilletődős típus attól, hogy itt van valaki, aki már a 8. párbajában? Nem? Nem. De semmi, de ez nem Attilának szól, hanem általában nem. Általában semmitől sem. Uh-huh. Ez szégyentelen a... vagyok ilyen szempontból. Szégyentelen. Hát még ebben a mentalitással azért akár tovább is vihette volna a vívást, vagy a sportot. De... Talán elgondolkoztam egy időben a sportdiplomáciai karrieren, aztán nem úgy alakult az élet. De én a konkrét sportra gondolok, hát hiszen ugye vívó volt. Vagy abban nem volt elég jó? Technikailag nem voltam elég jó, csak az arcom volt nagy. Jó, hát most azért ebben a quizben azért technikailag is elég jó, hiszen ugye azért ad túsokat és ad helyes válaszokat Anna. Minden esetre akkor nincs meg az a hátránya, hogy idézőjelben összeroppan attól, hogy fú, milyen nagy játékostól kell játsz. Vannak, akik egyébként ilyenek, tehát akik nem, jaj, csak ne nekem kelljen játszani ez ellen, vagy az ellen, stb. Attilával kapcsolatosan is hallottunk olyat játékosoktól, hogy jaj, de hát nem szeretnék vele játszani, mert akkor mi lesz velem. Hát Annának, ő mondta, hogy nagy az arca, de van mire ebben a játékban, hiszen 2-1 arányban vezet, ugye a folytatásban, a negyedik játszmában Attila kezd, majd legközelebb, hiszen a mára rendelt adásidőnk elfogyott, úgyhogy lehet pihenni, lehet olvasni, kinek mi a technikája arra, hogy aztán majd a következő adásban újra a toppon legyen. Mindazonáltal én most köszönöm szépen Attilának, illetőleg Annának a játékot, ez egy nagyon-nagyon élvezetes párbaj. Örülök, hogy velünk tartottak, viszontlátásra, visszavárok mindenkit legközelebb is.
Dr. Kovács Attila már a 8. párbaját vívja, de Peterson Anna, az 500 legeredményesebb női játékosa nem hagyja magát. Rendkívül izgalmas játékban 2-1-re vezet. Vajon Attilának sikerül beállítani a Boros Márton rekordját, és tovább tud menetelni a géniusz címért? Vagy Anna indulhat el ezen az úton? A műsor támogatója az Orvosintézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat.